Március közep óta Kisbaranyi Sándor személyében új igazgató irányítja a Bozsik Akadémiát. A 27 év edzősködő szakember az elmúlt 10 évet a Magyar Labdarúgó Szövetségnél töltötte, ahol többek között a Bozsik programban és az edzőképzésben is dolgozott vezetőként. Mint elmondta, a cél az, hogy ne csak futballistákat, hanem embereket is neveljenek, és minél több fiatal szerepeljen a Spari felnőtt csapatában. Profilabdarúgók képzése a célja az akadémiának. A legfontosabb dolog az, hogy itt helyben, Nyíregyházán olyan felnőtt csapat működjön, aki képes fogadni és a kezdeti felnőttkori lépéseket megtenni a fiatal játékosoknak, akik az akadémián nevelkednek. Az, hogy hosszú távon NB1-es csapata legyen a városnak, illetve a Nyíregyháza Spartakusznak, az azt feltételezi, hogy itt az utánpótlásban egy nagyon stabil, nagyon magas szintű munkát fogunk tudni majd az elkövetkezendő időszakban letenni. Ennek az alapjai egyébként megvannak. Nagyon nagy elismerés ez a korábban itt dolgozó kollégáknak. Ugye elsősorban Németh Károly szakmai vezetőt említeném, illetve Neumann Gábort, valamint az elődjeit, akik itt a nyíregyházi utánpótlásban nagyon komoly munkát végeztek. Én azzal a határozott céllal érkeztem, hogy ezeket az értékeket megtartva, azt a tapasztalatot, amit az elmúlt időszakban 21 országban járt látogatásom alatt, illetve szakmai munkám során felépítettem, azt innovációként hozzátegyük az akadémia munkájához. Az új igazgató egyik első intézkedéseként hívta életre a talentprogramot. Azok a 16 és 19 év közötti fiatalok, akik saját korosztályukban kiemelkedően szerepelnek, heti egy alkalommal külön képzést kapnak. A csoport igazából az utánpótlás és a felnőtt futball közti űrt próbálja betölteni. Ennek megfelelően azt a feladatot kaptam, hogy a felnőtt csapat tematikájából kiindulva próbálja meg összekötni az utánpótlás képzést a felnőtt csapat játékával, és körülbelül ez az a kiinduló pont, ami alapján dolgozunk itt. A közelmúltban több fiatal is aláírhatta élete első profi szerződését. Gajdos Gergő és Szegedi Bence után a héten a 16 éves Tangel László is elkötelezte magát a felnőtt csapathoz.